Sziasztok! Ennek a szép csillagos kötésmintának szeretném megmutatni az elkészültét. A szemszám kettővel osztható, úgyhogy a szélszemmel nem nagyon kell foglalkoznunk, mert azt is beleszámoljuk. Ez a színe, ez pedig a visszája. Ez is egy nagyon szép mintát ad, így hogyha messzebbről megnézzük, távolabbról, akkor ilyen dőlt sorokat kapunk itt igazából. És akkor mutatom is, négy soros mintáról beszélünk. A minta harmadik, negyedik sora az ugyanaz, mint az első, második, csak egy szemmel eltolva. Első sor, a szélszemet leemelem, majd előről készítek egy ráhajtást. Aztán ezt a két szemet hátsó szálban, tehát ilyen nagyimódra kötünk egyébként, nagyisan összekötöm, de nem engedem le a bal tűről a szemeket, hanem készítek még egy ráhajtást a jobb tűre, és lekötöm még egyszer ezt a két szemet. Tehát itt most négy szemünk van a kettő helyett. Ráhajtás előről, két szemet hátsó szába összekötök, ráhajtás, és összekötöm még egyszer a két szemet, és akkor engedem le a tűről a fonalat. És ezt kell ismételni a sor végéig. Második sor, szélszemet leemelem, majd nagyon könnyű dolgunk lesz, ugyanis kettesével fordítottan össze kell kötnünk a szemeket, de nagyisan. Ugye normál módon az összekötés az így nézne ki, hogy felülről hurkolom a szálat, itt nem, hanem itt alul hurkolom át a szálat és húzom át. Tehát beszúrok a két szál elé, és így. Harmadik sor jön, mint mondtam, egy szemmel eltolva, vagyis az első szemet azt hátsó szálba lekötjük. Aztán jön a ráhajtás, következő két szemet hátsó szálba összekötöm, nem engedem le a tűről, hanem készítek egy ráhajtást, majd összekötöm még egyszer, és most engedem le. És itt is a négy szem, aminek lenni kell. És ezt ismétlem a sor végéig, és az utolsó szem, tehát a szélszem előtti szem, az egy hátsó szálba kötött sima lesz. Negyedik sor következik. Az első szemet az fordítottan lekötöm. Ugye ez volt az egyedülálló sima szem. És a továbbiakban ugyanúgy készítem, mint a második sort, tehát fordítottan, kettesével összekötöm a szemeket. És elkészült négy újabb sor, és a mintánk egyre szebb lesz. Próbáljátok ki!